elegem van a tömegrebből. MC Kitty produkciója tartalmát és szarkazmusát tekintve egyaránt teljesen rendben van. Magamnak kellett kenyeret kenni. A megvalósítás viszont hallatlanul vagy. Nem volt nekem se, a gépen játszottam, gámolyák égben folyton megszívtam. Halálosan gyenge MC-zés zajlik. Tudom, szomorú a sztorin, de ez csak a kezdet, ezeknél nagyobb fájdalmakat is éreztem. A szövegformai minősége ócska. Tegnap előtt végül sírba fakadtam, véletlen az Explorer-t megnyitottam. Bevallom, hogy végig kettős érzésem volt, miközben MC Kittyt néztem. A produkciója ugyanis néhol kínos, máskor viszont kifejezetten nyomorúságos. Hosszú órák után találtam egyet, azóta is ugyanez az e-mail címem. A ritmika hitvány és kiszámítható, a rímek pedig rendkívül rossz minőségűek. Azt hiszitek, hogy nagy jampik vagytok, virít a hashtag a pólótokon. És ez csak részben ellensúlyozza MC Kitty kedves bumfordisága, ahogy a tini lány előadja a kemény gangstert. Nem mondom, hogy nem üti meg egy irigyhónai mirigy Tesco parkolós haknisó szintjét, de ez ide ne legyen már elég. Mondik Noémi válasz videója pedig az erre adható kifogástalan kritika. Nem állít többet annál, mint hogy egy ilyen produkciót mennyire semmiből nem áll összedobni. Ütős a sztori, de nem elég durva, ha nem figyelsz oda, belül lesz múlva. Noémi szövege kb. Hozza is a Kitty által diktált névót, ellentétben a klippel, ami már is jobb. Magadnak kellett kenyeret kenni, hatodikos voltam, nyaralni mentünk családdal Olaszba, megérkeztünk, akkor jutott eszembe, basszus a tevén, nem hibernáltam, éhen, hogy szegény. Külön dicséretet érdemel, hogy Noémi szinte az első perctől az utolsóig szállítani tudja azt a rendkívül kínos feszengést, ami MC Kitty produkciójának a sajátja. Resting is pupu, szeretlek baby. Mondik nem csak a pláza gangsternek, de a szexis önmagát kellető picsának a karakterét is szállítja. A zsebemben mindjárt nyílik a picska. És még ehhez jönnek az animációk. Hiányzol pupu. Eközben pedig összemosolyog Kittyvel, hiszen a produkciója tartalmával azonosulni tud. Nem vagy te cool, a dáma tök csicska. Örök nehézség a zsűrizés során, hogy gyakran kerül terítékre olyan produkció, ahol a készítők valami moslékot adnak el profi színvonalon kivitelezve. Vagy akár ennek ellentéte MC Kitty esete, ahol egy erős és progresszív gondolat gyenge produkció formáját ölti. Figyeltek engem és zokogjatok. A legártalmasabb az, ha a szart jól csinálják. Annál még az is jobb, ha a szart szarul. Nincs mit tenni. El kell ismernem Mondik Noémi munkáját, aki nem csak ezzel a kritikájával, de nagyjából az összessel azt demonstrálja idén, hogy miként kell a zsűrizést tartalmi és formai tekintetben egyaránt magas színvonalon művelni. Claire Bishop a Szociális Fordulat című eszére gondoltam, ami magyarul online olvasható Somogyi Hajnalka a fordításában. A kulcs szó igényesség. Időt és fáradtságot nem kimélve, kiegyzeteltem a dalszöveget. Nem odabassza a véleményét, hanem szabatosan kifejti. Általában tisztában szoktam lenni ezzel, mit miért érzek vagy gondolok. A fájdalmasan kevesek egyike az idei zsűriből, aki komolyan veszi magát, a zsűrizést mint feladatot, a videózást mint kihívást és lehetőséget, anélkül, hogy előadná azt az arrogáns kulturális hatalmasságot, akit tavaly. Te vagy az a médiatermék, ami a hiányos magyar médiában betömi a piaci rést, és kiszolgálja azt a nem kis kritikus réteget, akik hiányadban nem várnának a fogyasztóival. Egy szóval ebben az évben kifejezetten megtisztelő Mondik Noémi társaságában zsűrizni.